Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, egy csodálatos, gyönyörű fiatalemberre emlékezünk mindig, amikor a Fülöp Márton Alapítványról beszélgetünk, hiszen Fülöp Marci nagyon fiatalon itt hagyott bennünket, ugyanakkor viszont az alapítvány tovább viszi azt a szemléletet, és mindazt, ami az ő életét jellemezte. Két vendégünk van a mai napon, az édesapja Fülöp Ferenc, a Fülöp Márton Alapítvány alapítója, és Menyhárt Sándor, a Kőbányai Szent László általános iskola igazgatója. Köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk erről a dologról. Egy kicsit újdonságként, mert hogy az alapítvány célja, feladata egyrészt az, hogy tehetséges fiatalokat támogasson, másrészt az, hogy a kapusiskolát minden évben, ha nincs pandémia és nincsenek ehhez hasonló problémákat, akkor megszervezze, de van egy kis újdonság is ebben az évben, úgyhogy igazgató úr, ha megtenné, hogy elmondaná, hogy mi az újdonság. Az újdonság az, hogy egy labdarúgás történeti vetélkedőt szervezünk az alapítvány felkérésre kőbányai pedagógusok, középiskolások, diákok számára. Azt gondoljuk, a labdarúgás az nagyon népszerű, szeretik űzni a gyerekek, viszont a labdarúgás története is nagyon izgalmas, különösen a magyar labdarúgás története, ezért gondoltuk az alapítókkal, Ferevel és Gabival egyeztetve, hogy mi lenne, ha az alapítvány errefelé is elindulna. És ezért gondoltuk, hogy középiskolás diákoknak, kétfős csapatoknak meghirdetnénk szeptemberben egy labdarúgás történeti vetélkedőt. Ugye a pandémiában sokat tanultunk, és lenne online forduló, természetesen, és a két online forduló után a 10 legjobb csapat egy közvetlen játékos vetélkedőben összeméri a tudását, és kiderül, hogy 2022-ben ki tud legtöbbet a magyar labdarúgás, hát 3 szakaszáról, mert nem az egészről, a 30-as évek, az 50-es évek és a 80-as évek labdarúgását kérdezzük, mert különben óriási lenne az anyag. A kapustábor tapasztalata alapján, ahol azért kisebbekkel, nagyobbakkal is lehet találkozni, nagyon sokat tudnak a gyerekek a régi idők fociáról, vagy nem nagyon sokat tudnak, és jó lenne ezeket az ismereteket egy kicsit velük megismertetni, azért jó ez a vetélkedő sorozat. Melyik verzió? A tapasztalataim szerint a gyerekek nem nagyon tudnak sok mindent a régi idők fociáról. Tehát ha megkérdeznénk 10 gyereket, senki nem tudna, hogy 1938-ban ezüstérmesek voltak, talán még aztán, hogy 54-ben ezüstérmesek voltunk, de hát a mai fiatalok azért másképp nőttek fel, mint mi, mert sokat olvastunk sporttémájú dolgokat, könyveket, stb. Ma ők másban élnek, de ezért is jó a kapustábornál is, tehát ott is adunk mindig friss információkat a labdarúgás helyzetéről. Vetélkedők vannak, sport, labdarúgás témájú vetélkedő, így van, pontosan vannak vetélkedők, tehát egy picit megtornáztatjuk az agyukat, de úgy gondoltuk, hogy a magyar labdarúgás múltja és jelene, és nagyon remélem, hogy a jövője, az megérdemli azt, hogy valamilyen formában információkat adjunk a gyerekeknek, vagy a gyerekek nem rákényszerítve, de a versenynek megfelelően neki készülni kell arra, hogy ott kérdések lesznek, és arra válaszolni kell, tehát foglalkozniuk kell az anyaggal, és felkészülni erre a vetélkedőre, mindenképpen ezt jó dolognak tartjuk, foglalkozzanak ezzel, és az, ha ez egy országos szintű dolog tud lenni, akkor nagyon örülnénk, mert az azt jelenti, hogy a magyar labdarúgás múltjával jó pár gyerek foglalkozik majd a közeljövőben. És önállóan fognak a gyerekek fölkészülni mindenre, vagy pedig a testnevelő tanárok bevonásával kell majd elindulni ezen a vetélkedőn, vagy lehet elindulni a vetélkedőn? Nem kell feltétlenül mentortanár, mi mentortanár hívjuk ezt a dolgot, hiszen 2 diák összeáll, nem határoztuk meg a korosztályt, csak azt, hogy középiskola. Azt sem mondtuk, gimnázium vagy szakgimnázium, középiskolások, érdeklődő középiskolások, 2-en összeállnak. Azt gondolom, hogy helyenként a szülők vagy a rokonok is nagyon sokat tudnak segíteni. Tehát ezért gyerek nem korlát... kérdez, szülő válaszol. Így van. Vagy például a szülő kiviszi a foci meccsre a gyermekét, vagy a szülő nyomán elkezd focizni a gyerek. Tehát azt gondolom, hogy most nem a testnevelő tanárokra vagyunk kíváncsiak, ha van ilyen kollega, nagyon örülünk neki, aki motiválja a gyereket, de nem kell felkészíteni tanár. Gimnazista gyerek vagy középiskolai gyerek, egy 80-100 oldalas anyagra gondoltunk, annyit adnánk a labdarúgás történetéből erről a szakaszról, fel tud készülni, meg tudja nézni a filmeket, át tudja olvasni az anyagot, tud készülni. És csak annyit hozzátenni, hogy van egy könyv, amiről a gyerekek azért szépen fel tudnak készülni, ez a Dénes Tamás munkája, az MLSZ munkatársa, aki délelőtt elhangzott a igazgató részéről, hogy ha abban a könyvben, ami nincs benne, az nem is fontos a magyar labdarúgásban. Tehát nagyon komoly anyagot összeállított, és ez lenne az alapja annak, hogy a gyerekek fel tudjanak készülni erre a labdarúgás 3 időszakára. Hogy érzitek azt, hogy a magyar labdarúgó válogatott az utóbbi időben jóval sikeresebb, mint a korábbi években volt? Az, hogy mondjuk közel 40 000 gyerek kint tudott lenni, azt mondom, hogy a szerencsétlenségben, az zárt kapu miatt a szerencsés helyzet állt elő, és tudta megnézni ezt a mérkőzést az angolok ellen. Hogy azért egyre többet foglalkozik a média is ezzel a dologgal. Ugye a sikerek azok meghozzák az ismertséget is. Ez ebből a szempontból mennyit segített? Tehát mennyire vannak ennél fogva jobban a gyerekek tisztában, legalább a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetével? Én úgy gondolom, hogy a magyar labdarúgás ugye nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban véleményem szerint, mind infrastruktúrálisan, mind pedig szakmailag. Tehát az NBA egy magasabb színvonalú, jó pár játékosunk komoly bajnokságban játszik Európában, és ez magával hozza azt, hogy a magyar gyerekek is, akik eddig a nemzetközi futballon nőtek fel, és a magyar futball olyan másodlagos vagy harmadlagos volt. Kicsit azért ez változott. Kicsit változott az EB szereplések, meg a néha olyan csapatokkal játszunk, akik nálunk jóval erősebbek, és mégis szoros eredményt játszunk, vagy nem vagyunk alárendelt szerepben, vagy ne talántán nyerünk, mint legutóbb az angolok ellen. Hogy az ember egyre több gyereket lát magyar válogatott mezben, vagy klubmezben, magyar klubmezben. Tehát úgy gondolom, hogy gyerekek is, ha érzik azt, hogy ez sikeres, és ez jó hozzá kapcsolódni, mint hogy ezen a mérkőzésen is csupa boldog gyermekarcot látott az ember a tévén keresztül. Úgy gondolom, hogy a gyerekek megszeretik ezt a magyar futballt, és akkor egyre nagyobb számban jönnek majd ki a mérkőzésekre. Igazgató úr, hogyha egy kicsit ellépünk a labdarúgástól és a sport egészét nézzük, ha csak az én életemet nézem, akkor volt egy olyan időszak, amikor azt hiszem, hogy a sportnak jóval nagyobb volt a népszerűsége, aztán egy kicsit visszaesett, most viszont megint egy egészen más szerepet kapott már a gyerekek és a családok életében is. Az iskola szempontjából, vagy amit ott lehet tapasztalni iskolai igazgatóként, ön hogy látja ezt az időszakot, mondjuk az elmúlt 20-30 éve? Hát mi kicsit speciális helyzetben vagyunk, mert a mi iskolánk testnevelés tagozattal rendelkezett 82 óta, most testnevelés profilnak hívjuk, tehát a mi iskolánk egyharmada folyamatosan sportolt, tehát a sport ott volt az iskola falai között. Tehát nem a mi iskolánk, a Szent László iskola példája releváns, de azt azért látom a kerületi iskolákban, hogy valóban megnőtt az érdeklődés a sport iránt, és óriási a kínálat, a lehetőség, mert ha a Kőbányát tekintjük, van kosárlabdaklub, mellettünk van a Fradi összes infrastruktúrája, kézilabdaklub, tehát most már azt látjuk, hogy a gyerekek válogathatnak, hogy hová mehetnek, aminek persze az edzők nem mindig örülnek, mert hát szeretnék minél egységes gyerek, így van. De hát virágozik 100 virág, mert az is a magyar sporthoz hozzátesz, bár tudjuk, a labdarúgás népszerűség az vitathatatlan vezetőhelye. Tehát én azt gondolom, hogy gyerekek nagyon sokan sportolnak, nagyon érdekes nekünk, van zenetagozatunk is, zenészénk is sportolnak. Tényleg? Volt év, amikor a kerületi diákolimpiát a kosárlabdában a zenetagozatos gyerekeink nyerték meg. Tehát én azt gondolom, ja, és akkor a másik fel, a testnevelő gyerek meg zenél. Csodálatos. Tehát én azt gondolom, hogy a lehetőség megvan, sok lehetőség adott a mai fiatal számára, evel élni kell. Ez nagyon sokszor a családokon múlik, a motivációs, persze az iskolán is múlik, a testnevelőtanár, hogy elküldi-e. Tehát én azt gondolom, hogy valóban nőtt, nagyon sok sportág van, amit a gyerekek választhatnak és választanak is, és valameddig sportolnak. Az a pozitív példa, amit a Feri említett az előbb, ez valóban ott van. Mi gyerekeink is ott voltak kint a magyar angolon, nagyon tisztességesen, sportszerűen viselkedtek, boldogok voltak, jó érzéssel mentek, jó érzéssel jöttek, tehát ez is sokat segít, és akkor most egy mondat, hogy a Hajdú B. István azt mondta, hogy Wolverhamptonban is lesz egy ilyen zártkapus meccs, és a 10 000 gyerek jelentkezett. Erre meg 30 000. Én mondtam a sajtóték, aztán azért, mert Magyarország nagyobb népessége, mint Angliának, vagy mégsem. Tehát én azt gondolom, a sportszeretet a magyar gyerekekben igen erős. Hát igen, ez a családoknak azt hiszem, hogy erősen meg köszönhető. Meg a múlt. Tehát azért a magyar sport múltja azért az nagyon fényes. Igen, és erről azért még mindig van, aki sokat tud erről mesélni. De mivel már csak egy ilyen másfél-két percünk van hátra, én azt szeretném, hogyha a hátralévő időt az alapítvány munkájával töltenénk. Ugye a pandémia mindent és mindenkit megrázott, mindenhol voltak problémák, de azért most már kezd visszatérni az élet ebből a szempontból is. Így van, 2 évig sajnos nem tudtuk megrendezni a kapustábort. Hát mindig a 16 éves kapusoknak szervezzük minden évben. Most az idén hál' Istennek úgy néz ki, hogy sikerült, megvannak a gyerekek, minden megyéből küldtek a gyerekeket, Budapestről 2-t, és mindig van még egy-két gyereket, akit befogadunk azért, hogy pluszban ott legyenek a táborban. Tehát idén megrendezzük június utolsó hetében Balaton-Arácson. Még egy dolog van, amit szeretnék elmondani, hogy idén először szervezünk egy Fülöp Márton emléktornát is. mert ez a tábor ez hétfőtől péntekig tart, és július 2-án szombaton a Balatonfüred fotballklub pályán lesz egy 4 csapatos öregfiúktorna, ahol a magyar öregfiúk válogatott lesz, a újságíró válogatott, a Balatonfüredi öregfiúk, és egy Marci Barátai nevű csapat, olyan játékossal, akikkel együtt játszottam, Marci vagy a klubban, vagy a válogatottban, hát Petri Zsolt, Juhász Roland, Priskin Tamás, Huszti Szabi. És bárki besétálhat erre a mérkőzésre? Bárki besétálhat és megnézheti, és nem akarok több nevet mondani, nem akarok senkit megbántani, de nagyon hosszan sorolhatnám a múlt kiváló labdarúgóit. És szerintem egy jó esemény lesz, fél 10-től kezdődik, július 2-án szombaton, és mindenkit szeretettel várunk. Remélem, hogy sokan kedvet kaptak ehhez, hiszen ott is a labdarúgásról szól majd minden, mint ahogy ebben a műsorban is, és köszönöm szépen, hogy mindezt megbeszélhettük. Mi köszönjük a meghívást, köszönjük szépen. A kedves nézőktől pedig búcsúzunk most, viszontlátásra.